Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2016. december 8-án este 7:30-tól. Részletek a Paks 2 aktuális engedélyezési eljárásáról. A témában lakossági fórumot tartottak a Városházán. Lapóját a zeneiskolásoknál is, ünnepi hangversennyel köszöntötték. Paksi orosz küldöttségját Kalocsán, ülésezett a tejit. A Paks 2 projekthez kapcsolódóan lakossági fórumot tartottak december 5-én Kalocsán a Városháza dísztermében. Az eseményen prof. dr. Aszódi Attila, a Paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos tájékoztatta az érdeklődőket az eddig elvégzett engedélyezési feladatokról és vizsgálati eredményekről. Legutóbb, tavaly márciusban tartottak a hétfőihez hasonló lakossági fórumot az új atomerőművi blokkok létesítésével kapcsolatosan. Akkor a környezetvédelmi engedélyezés volt a központi téma, most pedig professzor dr. Aszódi Attila jóvoltából a telephely engedélyezési eljárás és annak vizsgálati eredményei. A telephely engedélyezésnek, ahogy említettem, a fő célja az, hogy bizonyítsa, hogy vizsgálja meg, hogy a környezetből milyen hatások érhetik a létesítményt. És tulajdonképpen itt is két fontos feladat van. Egyrésztről azt kell megállapítani, hogy a telephely alkalmas, így is lehet mondani, hogy ki lehet zárni a telephely alkalmatlanságát, illetve meg kell győződni arról, hogy pontosan milyen paraméterekkel jellemezhetőek azok a telephely környéki veszélyforrások, amelyeket a tervezés során figyelembe kell venni. A kormánybiztos elmondta, hogy ezeknek a veszélyforrásoknak két nagy csoportja van, amivel foglalkozniuk kellett a vizsgálatok során. Egyrésztről jellemeznünk kellett az emberi eredetű külső veszélyeket, mindazokat a hatásokat, amelyek az ember tevékenysége következtében jelentkezhetnek, és gyakorolnak valamilyen, vagy gyakorolhatnak valamilyen módon hatást a létesítményre. A másik nagy csoportja a veszélyeknek, a természeti eredetű veszélyek, majd be fogom őket mutatni, azokat a jellemzőket kellett leírnunk, amelyek a természet folyamataiból származóan valamilyen kihívás elé állíthatják a létesítményt, illetve a létesítmény biztonsági rendszereit. A telephely vizsgálata az előbb említett szempontok figyelembe vételével az idei év második felére megtörtént. Ennek eredményeként most már a szakemberek rendelkezésére állnak mindazok az értékek és adatok, amelyek a tervezéshez szükségesek. Megalapítottuk, hogy a telephely alkalmas a létesítmény befogadására, telephely alkalmasságát kizáró körülményt nem állapítottunk meg, nincsen ilyen. A telephely engedélyezési eljárás következő hivatalos eleme a december 13-án, kedden 16 órától Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban tartandó közmeghallgatás lesz, melyre az illetékesek minden érdeklődőt szeretettel várnak. Télapó itt van, címmel ünnepi hangversenyt tartottak a Kamarateremben kedden este. Akkor jött ugyanis a nagyszakálló, a Kalocsai Liszt Ferenc Művészeti Iskola legkisebb növendékeihez is. Dallal hívták a gyerekek a télapót a kamaraterembe, aki lassan meg is érkezett hozzájuk az ajándékkal teli zsákjával. Valaki itt engem szólít? Szervusztok, kicsik és nagyok! Jó estét mindenkinek! Nagy volt az öröm, mikor felült a színpadra. Itt hallgatta végig a gyerekek műsorát, akik izgatottan várták, hogy előadhassák azt, amivel készültek. Messziföldről érkezett, és Anni szerette nekünk ajándékot. És ti mit adtok neki? Cserébe elzenélünk neki egy dalt a trombita hangszereken. A műsorszámok után a kicsik ajándékot is kaptak a Mikulástól.
Az intézményben hagyományai vannak ennek a rendezvénynek, évek óta megtartják, mindig nagy sikerrel. Még a Fuchsfer idejében is volt télapó műsorunk, mindig a kezdőgyerekek játszanak, borzasztó régen van. Mindig a legkisebb, legbátrabbak, mert most is van, aki kimarad a műsorban, mert megijedt a télapótól. Olyan is volt, aki nem mert jönni, vagy azt mondta, hogy ó, ez csak játék télapó, és amikor meglát, hogy igazi télapónk van, alig mert játszani. Szóval szoktuk szeretni ezeket a kis apró örömöket benne. A Mikulás hangverseny három részből állt. Először a növendékek a térről muzsikáltak a télapónak, majd ezt gyerekdalok követték, és zárásként karácsonyi dallamok csendültek fel. Paksról és Novovoronyezsről érkezett egy delegáció Kalocsára, hogy elsősorban tapasztalatcserével segítse a TEIT munkáját. Az Oroszvárosban 2007-től indult el az atomerőmű fejlesztése, így a szakemberek hasznos információkat szolgáltak a dunamenti települések polgármestereinek. Az Ökopont iroda tanácskozó terme adott helyet a fórumnak, ide érkeztek a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társuláshoz, röviden a TEIT-hez tartozó települések polgármesterei, illetve a paksi delegáció, akikkel egy novovoronyezsi küldöttség is érkezett. A résztvevőket dr. Bálint József városunk polgármestere köszöntötte. Tavasszal Süli János paksi polgármester, valamint a TEIT képviselői felkeresték az ottani atomerőművet, ahol már évek óta tart a létesítmény bővítése. Akkor azt tanulmányozták, hogy miként zajlik a civil egyesületek, a hatóságok, illetve az atomerőművek vezetősége között az együttműködés. A paksi teljesítmény fenntartás kapcsán ezek a kérdések különösen fontosakká váltak mostanra. Először én egy rövid bemutatót tartok, hogy mi is egyáltalán a TEIT, ezt fogom ismertetni, és ezek után térünk rá az együttműködési megállapodásunk szerinti eszmecserére, tehát itt kicseréljük a tapasztalatokat, és meglátjuk, hogy mit tudunk levonni belőle, mit tudunk is hasznosítani belőle, illetve az orosz fél is ebből mit tud használni. A paksi atomerőmű körül lévő települések egytől egyik a bővítésre készülnek, így most olyan szakemberektől kaptak választ a kérdéseikre, akik már benne vannak a munkálatokban. Engem leginkább településfejlesztési szempontból érdekel. Nyilván érdekelnek a tapasztalatok, hogy adott esetben más országokban hogyan valósult meg, és milyen következményei vannak egy erőmű bővítésnek, milyen szociológiai vonatkozásai lehetnek. Nagyon érdekel például az, hogy adott esetben a településfejlesztést milyen szintig kell mondjuk adott, tehát eljuttatni, milyen lakosságszámot kell figyelembe venni, milyen települési szolgáltatásokat kell ugye megvalósítanunk, hiszen nagyon fontos kérdés az, hogy ezek az emberek ide érkeznek a térségbe húzamosabb ideig, de utána ezekkel a szolgáltatásokkal mi lesz, ez mennyire lesz fenntartható, mit fogunk tudni utána kezdeni vele, vagy adott esetben milyen igényeik vannak, milyen lehetőségeink vannak, tehát ez egy borzasztóan izgalmas és érdekes kérdés, azt gondolom. Nyilván minden kollégámat hasonlóképpen ez a kérdéskör is foglalkoztatja. Én magam részéről a szakmai kérdést azt gondolom. Paks és az orosz település kapcsolata több évtizedre vezethető vissza, hiszen az ottani erőművet vizsgálta először a magyar kormány a paksi építkezés előtt. 66-tól az államközi szerződés is annak idején a Novovoronyi és Paks kapcsolatára alapozott, a betanulás a magyar személyzetnek alapvetően Novovoronyezsbe történt, így akkor tulajdonképpen 50 éves a kapcsolat. Az a főépítésvezető, aki Paksot építette, az is például Novovoronyezsbe él, 82 éves, egy Prokopenko úr, tehát ő is jó emlékekkel van arra, hogy az orosz-magyar együttműködés meg viták eredményeként nagyon jó négy blokk született. Az új blokkok építése mindig jelentős mozgást eredményez. Az orosz településen 2007-ben kezdték el a fejlesztést, és mintegy 6000 ember vesz rajta részt. Magától értetődő, hogy a helyi hatóságoknak kellő időben fel kell készülni az építők fogadására, lakatásukra, élelmezésükre, egészségügyi ellátásuk biztosítására, a közlekedés megszervezésére.
Legfőképp ezekről a tapasztalatokról számoltak be az orosz szakemberek Kalocsán. Teljesen mindegy, hogy hol kezdik meg ezt a nagy volumenű építkezést, Oroszországban vagy máshol. Bárhol is ott nem csak az érintett település, hanem a régió, sőt az ország is profitál. Felendül a gazdaság, új munkahelyek jönnek létre, beindul a szociális fejlődés. Ez a fejlesztés egy teljesen új életformát alakít ki, és ebben nem csak az az egy település érintett, ahol működni fog, hanem a körülötte lévő összes többi. Az orosz küldöttség több napos látogatása érkezett Paksra, ahol elsősorban a településsel, az atomerőművel és az ottani cégekkel ismerkedtek meg. Ennek a tanulmányútnak volt az egyik állomása, Kalocsa. A hétvégén került megrendezése a Kalocsai Borbarátok találkozója, immáron 5. alkalommal. A kellemes hangulatú rendezvényen közel 500 palasznyi bor került megmérettetésre. A NAIK zöldségtermesztési önálló kutatási osztálya közismertebb nevén a Kalocsai Paprika Kutató Állomás adott otthont a Kalocsai Borbarátok találkozójának, amelyet immáron 5. alkalommal szerveztek meg városunkban. Igazából azokat a helyi bortermelőket várjuk, vagy vártuk el, akik saját kedvelésből borászkodnak, tehát nem üzleti célból. És igazából tehát egy ilyen közösségformáló program, hogy megismerjük egymás borait, hogy ki hol tart a borászkodásban. Van egy szakmai zsűri is, aki külön bírá. A zsűrinek pedig az idei évben nem volt könnyű dolga, ugyanis minden eddigénél több, közel 500 jelentkező akadt a versenyre. Így végül 5 kategóriára osztva értékelték a beérkezett borokat. Fehér, rozé, gyümölcs, valamint vörös ó és új bor. Hogyha kitöltöttük a pohárba, akkor megnézzük a színét, legelőször is a tisztaságát, aztán az illatot, és a végén pedig ugye megkóstoljuk, és hogy milyen zamatos. Természetesen az aktuális felhozatal mellett kíváncsiak voltunk arra is, hogy mi jellemzi leginkább a környék borait. Hajósi területeken ugye nagyon vegyes a felhozatal, mindenféle szőlő megtalálható. A hajósi szőlőkre vagy a hajósi szőlőből készült borokra jellemző, hogy gyümölcsösebbek, és ez egy jellegzetes ugye, hogy a vörösöknél is, a rozék is sokkal gyümölcsösebbek a többi borvidék boraihoz képest. A legjobb nedüket a végén a zsűri arany, ezüst és bronz minősítéssel, a szervezők pedig emléklappal és ajándékokkal jutalmazták. Ezen kívül a Borbarátok közönségdíja is gazdára talált az est végére. Immár 3. alkalommal került megrendezésre Dusnokon a Tambura Fesztivál a múlt hét végén. A rendezvényen 5 zenekar kapott lehetőséget a bemutatkozásra. A sárköz egyik közismert hangszere a tambura, amelynek dallamvilága a délszláv és a magyar népzenében is meghatározó. Ezt hallgathatta a közönség a hétvégén Dusnokon, hiszen akkor tartották a 3. Dusnoki Tambura Fesztivált. A találkozóra az ország különböző településeiről érkeztek együttesek, közöttük volt a Babra zenekar is, amelynek az egyik tagja Pozsonyi Dávid, a rendezvény főszervezője. Mint elmondta, ő maga már több hasonló fesztiválra kapott korábban meghívást, és ez adta az ötletet ahhoz, hogy Dusnokon is szervezzen évente egyet. Dusnoki emberek, zeneszerető emberek, nagyon sokan szeretik a tambura zenét, ezért én úgy gondoltam, hogy lenne rá igény. Hála Istennek ez be is bizonyosodott, mert sikeresen lezajlott az első és a második tambura fesztivál is, nagy reményeink vannak a 3. tambura fesztivál felé is. 5 kiváló zenekar fog fellépni a fesztiválon. Igyekeztem úgy összeállítani a műsort, hogy az ország legtöbb régiójáról képviseljék magukat, és a zenekarok amennyire lehet változatos stílusba, változatos műsort adjanak. Így az est folyamán fellépett többek között egy tököli, egy mohács, illetve egy deszki zenekar is. Mi tamburások itt Magyarországon egy viszonylag zárt közösség vagyunk, hogyha mondhatom így. Legtöbben ismerjük egymást, sőt még azt is kijelenthetem, hogy baráti viszonyban vagyunk. Én minden zenekarból, majdnem minden zenekar tagját egyesével külön-külön ismerem. Többekkel nagyon jó barátságban vagyok. Próbáltam elsősorban azokat a zenekarokat meghívni, akiknek tudom, legalábbis sejtem, hogy a dusnoki emberek és akik vidékről ellátogatnak hozzánk, tetszeni fog a műsora.
A koncert után táncházba várták a vendégeket, ahol egy helyi zenekar muzsikált késő estig. 2017-ben Grúziában rendezik a Sumo Európa bajnokságot, ahol akár Magyarország első számú kiemeltjeként szerepelhet Csörgő Vilmos, a Kalocsai Mozaik Sport és Szabadidő Sport Egyesület versenyzője. Kiváló eredményekkel vette kezdetét az idei szezon a Mozaik Sport és Szabadidő Sport Egyesület számára, hiszen legfiatalabb versenyzőjük Csörgő Hugo szumóban kiemelkedően szerepelt a múlt hétvégén érdemben rendezett verseny alkalmával. Az egyesület vezetője kiemelte, hogy nem csupán a beállított 65 kg-os súlycsoportban, de a 70 kg-osok között is elindították sportolójukat, ez pedig nem várt eredményt hozott. Országos bajnokság a saját korosztályát, a diákolimpiáját is megnyerte, az országos bajnoki címet is megnyerte. Nem számítottunk erre, örültünk volna igazából egy dobogós helyezésnek is, de még a 18 évesek között is, a nehezebb súlyúak között is második helyet tudott elérni. Csörgő Tibor hangsúlyozta, hogy a szumóban bár egy gyengébb versenyző is képes akár egy világbajnokot is legyőzni. Amennyiben úgy jön ki a lépés, azonban általában a minél jobb felkészültség lehet döntő faktor ebben a sportágban. Ez kiváltképpen így van egy nemzetközi verseny alkalmával. Ilyenre edzenek most a Csörgő Tibor vezette egyesület sportolói. Sajnos most nagyon távolra rakták az Európa-bajnokságot Grúziába, repülővel lehet csak utazni, hát nem tudjuk, hogy sikerül-e. A Mozaik Sport és Szabadidő Sport Egyesület vezetője kiemelte, hogy az edzések kapcsán továbbra is elengedhetetlen lenne a megfelelő helyszín, amelyre azonban hosszas várakozás után jelen pillanatban jó esélyei vannak a klubnak. Ezek pincehelységek a régi kerékpárbolt és a Trinitnek a helységei, amit szeretnénk felújítani, a nagyközönség szabadidősportjának biztosítani teret, és a küzdősportoknak egy széles spektrumának teret engedni, tehát nem csak saját magunknak, hanem más egyesületeknek, más szakágaknak is egy edzés lehetőséget biztosítani. Csörgő Tibor a szumó szakák kapcsán a továbbiakban hozzátette, hogy mindhárom versenyzőjük látványos fejlődésen ment keresztül a nyár folyamán, több szempontból is, így például Csörgő Vilmos lehet az első számú országos kiemelt az Európa-bajnokság során. Erről azonban ténylegesen egy januári versenyt követően döntenek majd. Híradónk végén folytatjuk születésnapi játékunkat, amelyben ismét egy rövid összeállítást fognak látni. Ezzel kapcsolatban önöknek csak annyi teendőjük van, hogy kitalálják, melyik évben került sor a következő eseményre. Tehát, ha tudják, mikor volt az előbb látott szépségkirálynő választás Kalocsán, írják meg nekünk a közösségi oldalon található videó alá kommentben, vagy SMS-ben a 0670-433-6817-es telefonszámra legkésőbb hétfő délután 3 óráig. Ugyanis ekkor fogjuk kisorsolni második ajándékcsomagunkat a helyes megfejtők között. Azok se csüggedjenek, akik esetleg most nem nyernek, hiszen közöttük fogjuk majd kisorsolni meglepetés fődíjunkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap is jelentkezünk.
Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsa.tv.hu-n. További szép estét kívánok, viszontlátásra!